Köszöntöm nézőinket! Önök talán a magazinunkat látják. Eperési Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. 15. Tolnai Versmondó Fesztivál. Nehéz dolga volt a zsűrinek. Papírfonás. Krémer Ernővel. Remek illatok, programok és hangulat. Tavaszi zsongás Tolnán. A tolnai fűszeres. Ismerjük meg Szilágyi Ildikót ember közelből. A Tolnai Művelődési Központ nagy kiállító terme megtelt alsó és felső tagozatos diákokkal, ugyanis pénteken rendezték meg a 15. Tolnai Versmondó Fesztivált. József Attila, tudod, hogy nincs bocsánat, versével kezdődött a fesztivál. Iszonyatosan féltem, amikor így megtudtam, hogy én megyek először, de egyébként jó így letudni eleinte. Kellett egy pár hét, mire rendesen megtanultam az előadásmódot is, de amúgy jó volt, élveztem. A 6. osztályos Bence Bálint a tavalyi megmérettetésen első helyezést ért el. Ahogy elhallgatva a többieket, úgy egy helyezést ezt úgy elfogadnak, vagy hát úgy gondolkodok, hogy hátha. Idén a fiatalember választása Petőfi Sándortól a Pató Pál úrra esett a papája miatt. Ugye arra utal, hogy Pató Pál úr milyen hanyag, hogy olyan igazi magyar, hogy ő mindenre, majd úgy később, ráérünk arra még. Igazából ennyi. Juhász Magda álomhajóját is hallhattuk egy másodikos diáklány előadásában. Azért ezt választotta, mert nagyon szereti a kalózokat. Egy éjjel kalózok támadtak rám, de persze kéznél volt a karitján. Ettől a sok zsivány úgy megijedt, elúsztak és szabad lett egy sziget. A nyugdíjas iskolaigazgató először volt tagja a zsűrinek. Költészetnapja alkalmából most már 15. alkalommal tartja meg a város, illetve a művelődési ház ezt a versmondó fesztivált, ami egy nagyon-nagyon szép hagyomány, és nagy-nagy öröm tölti el, azt hiszem, a pedagógusokat és a háznak a dolgozóit is, hogy nagyon sok gyerek jelentkezik. Úgyhogy örömmel fogadtuk, és örömmel láttuk, hogy ilyen sokan jelentkeztek a mai alkalomra is. Az idei alkalommal volt a legnépesebb a jelentkezők száma. Hát tulajdonképpen a versválasztás az első szempont, hogy a gyermek életkorának, fejlettségi szintjének, az egyéniségének megfelelő verset válasszon, és az eddig hallottak alapján azt kell mondjam, hogy tökéletes választás volt mindegyik. Tehát a zsűri minden egyes tagja erre a maximális 3 pontot adta, hiszen nagyon jól választottak a gyerekek. Úgy gondoljuk, hogy ez az életkori sajátosságaiknak tökéletesen megfelel, és hát valóban nagyon igyekeztek és nagyon ügyesek voltak. Nyilván a következő szempont az a művészi megjelenítés, ami ugye jelenti a hangsúlyozást, hogy nem csak elmondom a verset, eldarálom, hanem szépen hangsúlyozok, odafigyelek arra, hogy a tartalmat megfelelő módon kifejezze. A művészi teljesítmény lenne a következő, hát talán ebben még kevésbé gyakorlottak a gyerekek, de az előző kicsi lányt látva, hát úgy gondolom, hogy van, aki másodikosként úgy megvalósítja ezt a művészeti teljesítményt, ahogy még a nagyok sem biztos, hogy tudják. A 3-tagú zsűrinek komoly feladatot jelentett kiválasztani a 68 előadóból a legjobbakat. Érzék is kell hozzá, megindítatás, tehát úgy látom, hogy azért nagyon-nagyon sok gyerekben megvan ez, és annak örülök, hogy nem sikerült még belőlük kiölni ezt a vers iránti szeretetet, ami egy óriási csoda. A művelődési ház emeleti termében a papírfonás fortéjaival ismerkedhettek az érdeklődők április 12-én. Krémer Ernő használati tárgyak készítésének technikáit adta át. Nem volt szükség gallyakra, csupán papírra, használt újságokra, melyekből kaspót, kenyeres kosarat is készítettek az egybegyűltek. Egy nyaraláson volt egy olyan lehetőség, egy hölgy, aki járatos ezekben a dolgokban, őneki programok voltak, és az egyik program az volt, hogy a kosárfonás alapjai.
és akkor derült ki, amikor erre jelentkeztem, hogy gyakorlatilag itt papírból készül minden. Újságpapírnak az újrahasznosítása. Nekem most, tehát elég szükös a repertoárom, csak amikor télen ráérek, akkor csinálok ilyesmiket. Három alap dolgot hoztam most, a negyedik az csak el van kezdve, mert kétféle, igazándiból én kétféle fonás szisztémát tudok. És ezzel a kettővel dolgozok, az egyik az a kosár szisztéma, a másik meg mondjuk egy ilyen átventi koszorú alap, aminek más a majd mutatom azt is, hogy az is sorra fog kerülni, itt majd sorra fog kerülni, csak most a kosárra kezdjük. A kosárnak az a lényege, hogy van egy valamilyen alapon, tehát egy sablon, amit körbe fonok gyakorlatilag. Ennyi. De egyébként, hogyha valaki megnézi, akkor a vesszőből készültek is ugyanígy néznek ki, csak ott más az anyag, más az alapanyag. Hogyha ezt belakkoznánk, meg lehet egy ilyen sejempapír, vagy valami ruhaanyagból is lehet csinálni körbe belőle egy ilyen díszítést, és akkor nagyon sokáig bírja, évekig bírja. De nagyon gyorsan pótolható egyébként. Az országban nagyon sokan ismerik, egy érdekes történetet mondok, mentem föl Pestre vonattal, és megszólított egy hölgy, én csak a pálcákat vittem. Ő is ismerte ezt a dolgot. Tehát a pálcából már látta, hogy mi fog majd készülni. Az újságpapírt csíkra vágom, és abból készítek egy pálcát. És utána ez a pálca van folyamatosan végtelenítve, ahogy fogy a fonás közben, ez mindig folyamatosan, addig, amíg szükség van rá. Tehát gyakorlatilag, ha úgy vesszük, akkor két szál megy, és a két szál az végtelen. Olyan, mint a kötél, vagy nem tudom, hogy mondjam. Csak hát olyan hosszú pálcával hogy tudna az ember dolgozni? Tehát egy viszonylag rövid pálcával, és akkor majd ahogy fogy, majd pótolja. Lehet variálni, mert ugye mondtam, hogy kétféle. Tehát lesz a tiszta fehér pálca, meg lesz a színes pálca, csak maradjunk ennyibe. A színes pálca, mondjuk fonok 3 centi magasságot, utána 3 centi fehéret fonok. Utána megint 3 centi színeset fonok. Tehát lehet ilyen értelemben is játszani vele. Ez teljesen az én fantáziámra van bízva, hogy hogyan csinálok. Mondjuk egy adventi koszorú alapnál, ott 4 részből fog állni, mert ugye 4 gyertya. Krémer Ernő örömmel adja át tudását, amikor ráér. Azt is elmondta nekünk, hogy karitatív célokra is szokott az általa készített kosarakból adományozni, különböző támogatások gyűjtéséhez vagy tombolatágynak. Akinek van kedve meg ideje, a tévénézés meg az internetezés helyett inkább ilyennel foglalkozzon. Izsák Tünde és édesanyja első alkalommal vett részt papírfonás foglalkozáson, mert szeretnék megtanulni. Rengetegféle terméket lehet belőle előállítani, meg hát tényleg ajándékozni, ugye sokszor nem tud az ember drága dolgot, nem lehet megvenni, vagy valami, akkor saját maga elkészítés, ajándékozza családtagokat, stb. Ez egy szuper jó dolog. Nem csak az újrahasznosításnak egy fantasztikus módja a papírfonás, hanem egyedi kézzel készített ajándékötletnek is kiváló. Ne menjenek messzire, rövid kereskedelmi kitérő után folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703.
A vasárú akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasárú, akkor Bajai és Fia Vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Április 13-át választották a tolnaiak egy közös tavaszváró rendezvény megtartására. A Dunapart hangulatos helyszínnek bizonyult, szép időben és remek programokkal várták a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az eseménynek egy összefogó, kapcsolatteremtő kezdeményezése is van, hiszen a városi életnek elengedhetetlen összetevője a közösségformálás és egymás támogatása. Nagy volt az érdeklődés a program iránt, amit a Tolnai Sárkányhajó Egyesület és a Dudamenti Polgári Egyesület most először rendezett meg közösen. A tavaszi zsongás fesztiválra több tervel is készültek, ennek egyik elemét ismertette Berta Zoltán alpolgármester. Hát hetekkel ezelőtt nagy gondolkodásban voltunk, hiszen előzetesen ezt az április 13-át választottuk ki, hogy egy tavasznyitó rendezvényt tartsunk itt Tolnán a Dunaparton, tavaszi zsongás néven. Aztán az időjárás előrejelzések erre a hétvégére pár héttel ezelőtt nem túl jó időt mutattak, úgyhogy lázas gondolkodásban voltunk, de úgy látom, hogy megkegyelmezett a természet nekünk. Csodálatos idő van és egy csodálatos program van. Rengeteg résztvevővel már most több mint 600-an vannak itt a parkban. A Tolnai Sárkányhajó Egyesület és a Dunamenti Polgári Egyesület első tavaszi zsongás fesztiválján. És van egy közös főzés, illetve csapatokat is meghívtunk, mégpedig Tolnáról, a tolnai járásból intézményeket, iskolákat, baráti közösséget, vállalkozásokat kértünk föl, hogy részt vennének egy ilyen közös főzésben, úgyhogy egy 30 csapat nevezett, illetve akik egyénileg jöttek részükre, pedig két nagy üstben fő a vegyes pörkölt. Bízunk benne, hogy mindegyik bográcsban kiváló étel fog készülni. Idén úgy gondoltuk, hogy az éveleje, a tavasz az, ami így rendezvények tekintetében úgymond még üres, és úgy éreztük, hogy van igény erre, és egyfajta ilyen hiánypótló rendezvényként szervezzük ezt ma meg, mégpedig a Tolnai Sárkányhajó Egyesülettel együtt, ugyanis már évek óta összedolgozunk. Ez az első közös programunk, amit teljesen közösen állítottunk össze, közösen szerveztük, fizikailag is közösen valósítjuk meg, úgyhogy hát próbálunk ebből is egy hagyományt teremteni, és akkor jellemzően minden tavaszt itt a tavaszi zsongással megnyitni Tolnán a Dunaparton. Egyesületünk egyben a Vármegyei Civil Központ is, ezért ugye próbáljuk minél inkább összefogni a civil szervezeteket. Hisszük, valljuk, hogy igazából abban van a nagy erő, hogyha a civil közösségek együtt töltik meg tartalommal a különböző rendezvényeket, az infrastruktúrát, hiszen a városunkban is rengeteg kiváló hely van, ez a csodás szabadidőpark, de van nekünk sportcsarnokunk, egyéb rendezvényterületek, de igazából azok akkor érnek valamit, hogyha azok élettel teliek. Ebbe pedig a civil szervezetek azok, akik igazából alkotni tudnak, és ma is itt jó néhány civil szervezet. A szenyórok is, a fiatalok is, azaz a nagycsaládosok is itt vannak, és több ilyen közös program lesz még egyébként, egy tudomásom szerint az év folyamán Tolnán. Horváth István országgyűlési képviselő is részt vett a hangulatos rendezvényen, ahol ételkészítési tudását is megcsillogtatta. Hát valóban csodálatos időjárás van, köszönhető a sok száz vendégnek, aki eljött ide Tolnára, a Dunapartra, erre a tavaszi zsongásra és gasztronómiai rendezvényre. Az meg teljesen normális vagy hagyományos, hogy milyenkor a barátainkkal főzünk, bármikor főzünk 200 főre, vagy akár 300 főre is. Épp most egy nagyon kiváló vegyes pörköltet főzünk, hamarosan kész lesz, és 200 vendéget meg fogunk belőle vendégelni. Nagyon fontos, amikor egy ilyen fajta úgymond társadalmi eseményt szervezünk, hogy minél több személyhez, minél több emberhez tudjunk eljutni, és örömteli, hogy gyakorlatilag Tolna, illetve Mőzs szinte összes civil szervezete jelen van, sőt a környező településekről is érkeztek vendégek, és ez a rendezvény arra jó, hogy amellett, hogy az egyének külön-külön jól érzik magukat, de úgy összességében ez a tömeghatás, hogy mindenhonnan jönnek nagyon sokan,
ez az a közös öröm, ez mindenkit még lelkileg is erősebbé tesz. Amellett, hogy mi itt a központi sátorban egy 200 főre főzünk, ezen kívül még 30 csapat, szerintem több mint 400 főre főz, tehát összességében hamarosan közel 700 emberit elkezdi a saját munkáltal készített ételeket elfogyasztani. Kovács Alexandra a Tolnai Sárkányhajó Egyesület képviseletében sütötte a palacsintákat. Az egyesület egyik irányvonal a közösségi élet fellendítése, így a szervezésből is kivették a részüket. Tolnai Sárkányhajó Egyesületet már 2011 elején alakítottuk. Célunk a társadalmi szerepvállalás, a közösségfejlesztés generációk együttműködésében. A Dunamenti Polgári Egyesület és a Tolnai Sárkányhajó Egyesület közös szervezésében hoztuk létre a mai napot. A mai napra a jó időt megrendeltük, és az esőt elkergettük. A főzés mellett a hangulat a gyermekek számára is garantált. Molnár Orsi zenés gyermekműsorát követően arcfestés, csillámtetkó, népi játékok, légvár, íjászat és sárkányhajózás, valamint palacsinta parti várja majd a gyermekeket. A program a családok számára nagyszerű kikapcsolódási lehetőséget nyújtott, a rendezők célja pedig teljesült, miszerint töltsék meg egész nap jókedvel a partot. Édesapjától örökölte a fűszerüzemet. Szinte a semmiből kellett beletanulnia a szakmába és a cégvezetésbe. Ismerjük meg Szilágyi Ildikót ember közelből. Szexádon születtem, és Tolnán éltem, és itt jártam oviba, itt jártam általános iskolában, Bosinski Móra általános iskolában, ott ugye elvégeztem az általános iskolai tanulmányaimat, majd a kereskedelmibe folytattam a szakközép, vagy a szak, igen, a kereskedelmi, a bezeléti kereskedelmi szakközépiskolába, de szakmunkásként végeztem, mint eladó. Ott végeztem 92-ben, júliusában szakmunkás vizsgáztam, és mindjárt augusztusban el is helyezkedtem Tolnán a vásártéri ABC-ben. Aztán a barátnőm unszolására kitalált, hogy menjünk el és érettségizzünk le, hát mégis ma már azért fontos egy érettség is. Hát mondom, jó, menjünk, és így munka mellett 2000-ben elkezdtük az egészségügyi szakközépiskolában a tanulmányokat. Végeztünk 2003. májusában, sikeresen leérettségiztünk, az is pipa volt, és akkor 2003-ban ismerkedtem meg párommal, akivel a mai napig is együtt élünk, és most már együtt is dolgozunk, és 2016-ban lettem terhes leánygyermekemmel, és akkor elmentem Gyesre, Gyes után visszamentem ide a Vásártéri ABC-be, egy kicsit még dolgoztam, és közben apunak már volt ez a cég, amely 2003-ban ő megalapította, és akkor eljöttem ide dolgozni hozzá. Felmondtam ott, és eljöttem ide. És akkor itt kezdődött. Fűszereket csomagoltunk, kevertük az ételízesítőket, fűszerkeverékeket, és ugyanúgy kicsomagoltuk meg a monofűszereket is, és 2016-ban sajnos történt egy tragédia, édesapám rosszul lett, és közölték az orvosok, hogy menthetetlen, mert agyvérzést kapott. 50 napig komában volt, de nem volt idő gondolkodni, pihenni, hogy mi lesz, hogy lesz, itt azonnal intézkedni kellett, mert ugye apu az egyéni vállalkozó volt, és megalapítottuk a Kft., József Fűszerei Kft., 2016. júniusában alapítottuk meg, és meg is halt júniusban, tehát akkor már tehát nagyon rosszul éltem meg ezt az egészet, de sikerült így átvészelni ezt az időszakot is, és azóta is csináljuk, idestava most már 8 éve. No, életem egyik legnehezebb időszaka volt, egy, hogy a szülő elvesztése, kettő, teljesen új feladatkör, átvenni a nagykereket, kiskereket, meg amerre szállított, és mindenkivel ugye megismerkedni, közölni, hogy ugye már nem apu lesz, hanem én leszek,
sikeresen megtörtént ez is, tehát hogy elfogadtak mindenhol, és még a mai napig is ugyanúgy mindenkivel tartom a kapcsolatot. Tapunak meg volt az egész, tehát ami még ma is ugyanaz, tehát ugyanazt vittem tovább én is. Minden, tehát az ételízesítőnek is van egy receptúrája, az összes fűszerkeveréknek, és ezeket, igen, ezt is átvettük. És azt szerint kevertük továbbra is. Aput leszázalékolták, mert ő Pakson dolgozott az atomerőműben, leszázalékolták, de ő nem nyugodott, és a selyemgyárba eljárt segíteni az egyik barátjának paprikát darálni, meg ott volt egy pesti ember, aki ételízesítőkkel már akkor foglalkozott, ezzel az ételízesítővel, és apu oda járt rendszeresen dolgozni, és egy idő elteltével ez a pesti úriember eladta ezt az egészet, és apu átvette, és akkor még a tolnai selyemgyárba készítették ezeket az ételízesítőket, és egyszer gondolt egyet, hogy akkor ő eladná a családi házunkat, ami egy szép új építésű ház volt, és ezt az egészet itt megvette ez a halászoké volt régen. Ez egy lepukkant valami volt, és amikor így elhozott engem is megmutatni, hogy úristen, ide fogunk költözni, én nem akarok idejönni. És hát nem annyira érdekelte ez az egész, tehát eladtuk azt a házat, felújította ezt a házat, megépítette ezt az üzemet, és akkor a selyemgyárból ide átjöttek, és akkor már úgy, mint Szilágyi József egyéni vállalkozó. És 2018. májusában kaptuk az új helyi Imre díjat, a Chili Cseppre, amit apu talált ki. A Chili Csepp az egy erős kivonat, ami pár csepp is megerősíti az ételt, ez nagyon közkedvelt, csak az a baj, hogy már egyre többen koppintották, és más néven kiadták, tehát de 2010-ben csak ez volt, ez az egy jó pár évig. Egy lányom van, aki most fog végezni a vendéglátóiba cukrászként. Itt van Tolnán a Bot cukrászdában tanuló. Aztán majd meglátjuk, hogy vele is mi lesz, hogy merre megy tovább. Én, ha még egyszer kezdeném, én cukrász lennék, és megnyitnám a házi sütik boltját. Nekem például a mindennapi teendőim, hogy én már reggel jövök, akkor én ugye elintézem a papírmunkámat, a többiek azok általában hétre jönnek, és akkor kezdjük a csomagolást. Tehát én ugyanúgy részt veszek a munkába, tehát mert akkor nem kell plusz embert felvenni. Tehát abban is részt kell venni. Egy alkalmazott van, meg ugye mi ketten, már a párom is ugyanúgy így dolgozik, tehát három bejelentett van, és kettő-három beugrós. De a beugrós is jön egy héten kétszer-háromszor. Még menjen így jó pár évig, tehát maradjon minden így, legalább ezen a szinten tudjam továbbvinni. Önök a Tolnatej Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!